Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Damina Dájdők. Érkezett egy csomag Angliából az ATL Films kiadótól. Ebben a videómban ezt fogom kibontani, és aztán megmutatni a Blu-ray-eket, beszélni egy kicsit a filmekről és a specifikációkról. Tartsatok velem! Ebben a mostani ATL Cinc csomagban benne van az egyik legújabb kiadványuk, ami az olasz gyűjteményben jelent meg, valamint rendeltem még egy pár régebbi Blu-ray kiadást is, amit szintén meg fogok mutatni, és akkor kivondom, és aztán nézzük őket, hogy mik vannak itt. Akkor legelőször is Macabre, vagyis ez az olasz gyűjteményben megjelent legújabb Blu-ray, ami most május 15-én jelent meg. Én lehúzom róla a fóliát, és akkor megnézzük közelebbről. Tehát kartontokkal jelent meg, a kartontok az persze limitált. És ha minden igaz, akkor kétféle borítóval, amit mindjárt megmutatok. Tehát angol kiadás, az ATL Sinister, egy Blu-ray lemez, és van benne egy booklet, ami szintén limitált, csak úgy, mint a kartontok. Ezeket az első gyártás során adják hozzá a Blu-rayhez, a filmhez, és akkor vannak benne képek, a filmnek a posztere, meg mindenféle leírások, egy cikk a filmmel kapcsolatban, és akkor kétféle a borító. Ez itt a külső, az olasz gyűjteményes borító. Ez pedig itt a belső, aminek az elejére, meg a gerincre már nincs ráírva az, hogy olasz gyűjtemény. Jó. Kassz lett szerintem ez a kép is, ez a borító. Szóval a Macabre című film, ami 1980-as, és ez a Blu-ray, ez az 58-as az olasz gyűjteményben. Úgyhogy most már azért elég szépen halad ez a gyűjtemény, most már elég sok film megjelent benne, és persze nem csak horrorfilmek, hiszen mindenféle olasz filmeket ki szoktak adni, például westerneket is, meg rendőrfilmeket, akciófilmeket, meg ilyeneket. Hát akkor nézzük egy kicsit közelebbről ezt a kiadást. Azt mondja, hogy ugye a kartontok, illetve a booklet az limitált. Extraként van a lemezen trailer, audio kommentár, és egy kis film, ami egy interjú Lamberto Bavával, ő a rendezője a filmnek, Lamberto Bava, aki ugye Mario Bavának a fia, és ez volt az első filmje, az első horrorfilmje, ami egy egyfajta kísértett Giallo keverék, ha jól tudom, de egyébként ezt a filmet még nem láttam soha, de érdekelt, úgyhogy ezért is vettem meg, úgyhogy majd hamarosan meg fogom nézni. És akkor persze a filmet meg lehet nézni angol, illetve olasz hangol, illetve van hozzá angol felirat. 90 perces a film, és hát nagyjából igazából ennyi lenne a tartalma a kiadásnak, meg úgy röviden igazából. Lamberto Bava első rendezése, úgyhogy kíváncsi vagyok rá. Van egy jó pár filmje már, amit láttam és amit tetszettek, úgyhogy erre is kíváncsi vagyok, majd megnézem. És akkor nézzük tovább. Az ATL címzek egyébként ugye az olasz gyűjteményükön kívül még több más gyűjteményük is van, mindenféle. Például a Slasher az a kedvencem tőlük, mivel a Slasher a kedvenc alműfajom a horroron belül. És akkor persze van egy volt gyűjteményük, amiben mindenféle filmeket szoktak kiadni, bár többnyire abban is horrorfilmek vannak. És azt hiszem, hogy egyelőre talán csak 10 vagy 12 cím jelent meg benne, tehát azzal nem igazán foglalkoztak az utóbbi időben, bár igazán nagyon a Slasherrel sem. És akkor persze DVD-n is vannak ilyen-olyan gyűjteményeik, amik Blu-ray-en nem igazán jelentek meg, illetve van az ázsiai gyűjteményük, az 88 Asia, amiből egy pár darab megjelent DVD-n is, azt hiszem, meg volt olyan, ami csak Blu-ray-en, meg volt olyan is, ami Blu-ray-DVD kombóba. És ez az ázsiai gyűjtemény, ha jól emlékszem, akkor talán már 2016-ban indult el, és eddig egyetlen egy filmet sem vettem belőle.
és nagyjából két részre lehetne osztani az Ázsia gyűjteményét az AT-8 filmeknek, mégpedig van az, ami konkrétan gyűjteményes kiadások, sorszámozott gyűjteményes kiadások, amik legelőször kartonokkal jelennek meg, némelyik Blu-ray plusz DVD-ként, és aztán később ugye első gyártást követően elfogy a kartonok, némelyikből a DVD-t is készítik, és akkor megjelenik az egylemezes változat, ami már csak a Blu-ray lemez tartalmazza. És ezek a filmek, ezek a Shaw Brothers-től származnak, tehát a Shaw Brothers stúdiótól, hongkongi filmek, horror, kung fu, meg ilyenek. És aztán a másik fele az 88 Ázsia gyűjteménynek, az pedig a nem sorszámozott filmek, amik nem a Shaw Brothers-nek a filmjei, hanem azok csak szintán össze-vissza mindenféle ázsiai filmek, például Jackie Chan filmek, azokat nagyon nyomatják mostanában az 88-nél. Úgyhogy egyelőre még egyetlen ázsiai filmet sem vettem tőlük, ez most megváltozott, rendeltem két címet, amik hamarosan el fognak fogyni a kínálatukból. Legelőször is a Hex című film, ami mindjárt kibontok, és akkor megnézzük közelebbről. Ez itt az egyes sorszám az Ázsia gyűjteményben, tehát ez jelent meg legelőször ebben a gyűjteményben, viszont ez már nem az eredetileg kiadott kartontokos Blu-ray plus DVD változat, hanem ahogy láthatjátok, ez már nincs kartontok, illetve ez már az egylemezes verzió. Legalábbis amikor rendeltem ezt, akkor már csak ez volt kapható, de pár nappal később néztem, és akkor újra kapható volt a Blu-ray plus DVD verzió is, úgyhogy lehet, hogy még találtak belőle, nem tudom. Mindegy, tehát itt van a borító. És akkor ugye egy Blu-ray lemez. És kétféle borítója van természetesen az Ázsia gyűjteményes filmeknek is. Ez a külső. Ez pedig a belső, ami már inkább a japán borító, bár erre is rá van éppenséggel írva a cím angolul. Viszont ezek a fajta borítók nekem annyira nem tetszenek a hátsó borító miatt, mert az is egy kép. És semmi nincs ráírva. Tehát nincsenek specifikációk, meg ilyesmi. És én szeretem azt, amikor el lehet olvasni ugye egy borítón azt, hogy mit tartalmaz a film, mik az extrák, meg egyéb dolgok. Úgyhogy én biztos, hogy így fogom tartani egyébként. Meg hát ha jól látom, akkor rá van írva belül is a belső borítóra és a sorszám. Mint a sorszám szerint szoktam őket felrakni a polcra. Tehát ez az egyes sorszám az 88 Ázsia gyűjteményben, és maga a film az 1980-as, és ezt a filmet még soha nem láttam. 94 perces, váratlan változat, eredeti képarányjal, kínai audio, angol felirat, és ennyi. Ugye természetesen ezeken a kiadványokon magyar vonatkozás az nincsen, és hát úgy látom, hogy ez a film ez vagy nem készült, vagy nem raktak rá angol szinkron, tehát eredeti kínai hanggal lehet megnézni, angol felirattal. És akkor extraként van rajta a filmnek a trélere, aztán van rajta egy kis film, amiben a hongkongi filmekről beszélnek, illetve van rajta még egy kis film, ami pedig bemutatja magát a Shaw Brothers stúdiót. Ugye mégiscsak ugye a Shaw Brothers filmeket tesznek ebbe az 88 Ázsia gyűjteménybe, tehát klassz, hogy rögtön az elején az első kiadásra rátettek egy olyan extrát, ami konkrétan azzal a stúdióval foglalkozik. Na, úgyhogy amúgy maga a film az, ha jól tudom, akkor egy kísértett film, úgyhogy kíváncsi vagyok rá, majd megnézem. És akkor a következő az a Seeding of a Ghost című film, ami már szintén kartontok nélküli változat, viszont ez még a dupla lemezes verzió. Úgyhogy ezt is akkor kimondtam, és akkor megmutatom közelebbről. Na, itt is van a borító. És akkor ugye két lemez, egy Blu-ray és egy DVD. És hát a két lemeznek persze megegyezik a tartalma. Itt a külső borító, ez pedig a belső, az alternatív képpel, borítóval, ami már a ázsiai, a kínai, hongkongi borító, illetve a hátsó borító, azon itt sincs semmi
szöveg, specifikációk, semmi. De a külső ugye persze minden le van írva. És akkor ez a film, ez a 5-ös sorszám a gyűjteménybe. És maga a film az 1983-as és 88 perces. És ezt a filmet láttam már korábban is. És egyébként ez az egyetlen film, amit valaha is láttam az 88 Ázsia gyűjteményből. Tehát azért nézegettem, hogy miket adtak ki ebbe a gyűjteménybe. És ez volt az egyetlen, amit láttam közülük, és nem volt igazából rossz film, úgyhogy ezért is vettem meg ezt is. És egyébként kíváncsi vagyok majd még további ázsiai horrorfilmekre is az 88 filmstől, úgyhogy valószínűleg fogok még majd ilyeneket venni ebből a gyűjteményből. De elsődlegesen azért ezt a két filmet választottam meg először, mert ezeknél már bejelentették, hogy el fognak fogyni. És akkor ezt a filmet is meg lehet nézni. Vágatlan változatban van rajta persze eredeti képarányjal, kínai audio, tehát kínai hang és angol felirat ezúttal is. Van rajta egy audio kommentár extraként, valamint egy kis film a hongkongi horror filmekről, tehát lényegében ez is a hongkongi horrorra, ezzel a stúdióval foglalkozik, úgyhogy az egy kis film, egy dokumentumfilm arról, hogy milyenek a hongkongi horror filmek, úgyhogy azt is meg fogom majd nézni a filmet követően. És ez is egy kísérletfilm lényegében. Sokra már nem emlékszem a történetből, de egy kísérletfilmről van szó. Eléggé bizarr jelenetekkel, gori jelenetekkel, ami egyébként jellemző ezekre a filmekre, ahogy így nézegettem az előzeteseket, hogy vannak benne eléggé bizarr dolgok. De kíváncsi vagyok rájuk, úgyhogy majd megnézem a Hexet, és aztán ezt meg újra nézem, és majd megnézem persze az extrákat is. Úgyhogy ez volna két film az 88 Ázsia gyűjteményéből, amiket így megvettem, meg persze a legújabb olasz gyűjtemény és kiadásuk a Macabre. Úgyhogy ez volna a mostani 88 sorg. És egyébként, hogyha felkeltettem az érdeklődéseteket ezek iránt, az ázsiai horrorfilmek iránt, vagy hogyha alapból érdeklődtök az ilyesfajta filmek iránt, és akartok ilyeneket rendelni, akkor azt egyébként érdemes tudni, hogy annak idején az 88 Filmsnek a weblapjáról nem lehetett ezeket megrendelni nekünk magyaroknak, meg még sokaknak másoknak sem, mert ha jól tudom, akkor csak Anglián belül postázták, vagy Nagy-Britannián belül ezeket a filmeket. Ez ennek ilyen jogi oka volt, hogy nem terjeszthették máshol, nem küldhették máshova, és ezt a filmeknek az adatlapján jelölték is, hogy csak Nagy-Britannián belül postázzák, és ezért én például, ha akartam volna, nem is tudtam volna rákattintani a rendelés gombra, tehát nem tudtam volna kosárba tenni az adott filmet. Most még mindig ott vannak ezek a figyelmeztetések, viszont most már engedi kosárba helyezni ezeket a filmeket, és simán meg tudjuk most már őket rendelni, úgyhogy nem tudom, hogy mi változott, vagy mi történt, de most már lehet ezeket a filmeket is, az ázsiai filmeket is rendelni a hivatalos 88 Films weblapról. De hát ugye persze az Amazonon, meg Zavinál, meg egy-két egyéb helyen is ugyanúgy megtalálhatóak. Ha tetszett ez a videó, akkor kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel a csatornámra, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren, Instagramon. Hogyha szeretnétek valamit kérdezni, vagy hogyha megírnátok a véleményeteket, hogyha láttátok már ezeket a filmeket, és írnátok róluk, akkor azt a videó alatt hozzászólásban tehetitek meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!